Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Pulai András, a Publikus Intézet megálmodója, létrehozója, működtetője. Éppen még adás előtt azt kérdeztem, hogy miért mindig csak a Népszava címlapján láthatjuk azt, hogy milyen kutatások eredményei vannak, hisz önállítólag nem részrehajló, és az eredmények önmagukért beszélnek. Nem csak állítólag, hanem tényleg nem, de a Népszavával a szerződésünk így... Nem lehet mindenkivel? Hát szerintem lehetne, de szerintem ők úgy gondolják, hogy jobb, hogyha nincs mindenkivel. Én nem bánnám, hogyha mindenkivel lenne az. Akkor meséljen nekem az új kutatási eredmények. Amit Halászlóval is beszéltek, ez a bérlakás problémát tártuk fel, hogy most mit gondolnak az emberek arról, hogy a Fidesz kiárusítaná az önkormányzatok bérlakás vagyonát, és hát elmondhatom, hogy a többség az ezt egyáltalán nem kedveli. Nyilván összefüggésben lehet azzal, hogy visszatáncolt erről a kérdésről a kormányzat. Behallottuk, nagyon szépen le volt vezetve, hogy valójában ott egy ilyen megbeszélték, és mindenki... De én véletlenül ben voltam a parlamentben, és láttam, hogy a frakció összeült, és... Én biztos vagyok, hogy összeült a frakció. Összeült, és szabadon elmondhatták a véleményüket, és ennek talán a következménye, hogy változásokat eszközölnek. Hát meg annak is, hogy az embereknek... Ez egy nagyon demokratikus dolog, nem? Kétségtel. Meg annak is, hogy az embereknek, és a Fidesz mindig így mennek a dolgok. Azt nem tudom, de jelen esetben... Szóval, hogy 70% fölötti arányban igazságtalanak tartják az emberek ezt az elképzelést, amit a Fidesz eredetileg javasolt. Ugye az újat is részben szerintem annak tartanak, mert elemében nem változott, csak a földrajzi lehatárolásában. Na de én valamit nem értek, és elnézést magyarázza meg nekem, és utána lehet, hogy könnyebb lesz a felfogásom. Ha én már megvettem a lakásomat 16 évvel ezelőtt, akkor a szomszéd, mert akkor vagy nem volt pénze, vagy még nem ébredt föl, miért ne vehetné meg most? Ugye nem erről szólt a törvénytervezet. Tehát, hogyha erről szólt volna, akkor ezt is megvitathatnánk, meg erről is csináltam volna kutatást, de nem az volt, ebben a történetben, ami hát sajátossá teszi ezt a helyzetet. De ugye ráadásul ugye az embernek majdnem a kétharmada egyébként messze nem ért egyet ezzel az elképzeléssel, és ilyen kb. 60%, 10 jó pár százalék ellenében például azt gondolja, tehát az is egy ilyen négyszeres-ötszörös többségben vannak, akik így gondolják, hogy mondjuk az önkormányzatokat akarja nehéz helyzetbe hozni ezzel is kivéreztetni a kormányzat, amit ugye már régóta csinál. Miért egyszeri alkalommal nagyon sok pénzhez jutnak, nem? Nem, nagyon kevés pénzhez jutnak. Kérdésre válaszolva azt mondta egy politikus nekem, hogy a pénz természetesen az önkormányzatokhoz kerül. Hisz hát önkormányzati igen, vagyon eladásáról. Igen, lesz. Igen, de ugye, kényszeríti az állam, kényszerítette volna, azt nem tudjuk, de mondjuk feltételes módba beszéljünk, mert még nincsen a törvény elfogadva. Tehát hogyha ez a törvény, vagy ehhez hasonló megszólalásra kerül, akkor kényszeríti az állam az önkormányzatokat, hogy váljanak meg vagyonelemüktől 10 és 30% közötti áron, 10,5% és 30% közötti áron. Ez olyan, mintha arra kérnénk, mondjuk ezt a televíziót, a készüléket, ami itt van a háttérben, ez köteles legyen eladni 10%-os áron, ha kell, ha nem kell. Az én demokratikus világnézetemben eleve nem fér bele, hogy valaki megmondja nekem kötelező módon, hogy mit csinálja. Ez történik is, ráadásul ugye ennek van előzménye. A 90-es években, pont ez a 10-sok évvel ezelőtt, amikor voltak a lakásvásárlások, meg a ugyanígy az önkormányzati lakásprivatizáció, akkor az Alkotmánybíróság pontosan ezen elemeit, az akkori lakástörvénynek ehhez nagyon hasonló elemeit megsemmisítette, és alkotmányellenesnek minősítette. Tehát nagyjából tudható volt, hogy ez is az lesz. Azért elég sok jogász van a Fideszben, elég csak mondjuk a miniszterelnököt említeni, vagy mondjuk a igazságügyminisztert, kancelláriminisztert, akik tisztában voltak azzal, hogy ez így nem igazán fog működni, de hát úgy látszik, hogy ez őket különösebben nem érdekelte, azt gondolta, hogy most már alkotmánybíróság is az ön. Ez nem biztos, lehet, hogy Dávke be akarták bizonyítani, hogy győzni fog az igazság, és mindenki elmondhatja a véleményét, és lám. Ez is lehet, bár ezt tartom legkevésbé valószínűleg. A lakáskérdés Szép Hazánkban egy antenna volt már a rendszerváltás előtt is, mert meg lehetett volna oldani.
Mégis nagyon sok önkormányzatnak rengeteg lakhatatlan lakása van. Most, hogy ez egy központi kérdés lett, vajon a helyhatóságok rendbe fogják hozni ezeket a lakásokat, és legalább rendeltetésszerűen kiadják az embereknek? Hát változó, hogy önkormányzatonként mennyi van lakható és, tehát az aránya a lakható és lakhatatlan ingatlanoknak. Van, ahol egészen minimális a lakhatatlan ingatlanoknak az aránya, van, ahol pedig akár a 20-30%-ot is eléri. Nyilvánvalóan ez ugye több okból van így. Az egyik az, hogy ezzel lakásnak a túlnyomó többsége sok évtizeddel ezelőtt épült, amikor mondjuk például nem volt kötelező WC-t beletenni a De a 21. században illik. Egy jó pár évtizeddel most már illik, de ugye ennek csak komoly tőkebefektetés árán lehet ezeket a lakásokat felújítani. Erre egyes önkormányzatnak van forrása, például a 13. kerületnek nem csak ugye a felújítás, hanem az építésre is van. Egy vonat új bérlakástömböt épített fel az önkormányzat, az elmúlt egy pár hónap ezelőtt adták át, több száz új bérlakással, több milliárd forintot tettek bele. Ott nyilván ott ugye olyanok a lehetőségek, máshol más mérnek. Hogyha az önkormányzatnak van forrásuk arra, hogy ezeket a lakásokat felújítsák, és itt nem csak arról van szó, hogy ki kell festeni, hanem arról van szó, hogy mondjuk például komfortszintet emelni kell, tehát hogy azért komoly beruházásról van szó, akkor én az biztos vagyok benne, hogy ők ezt megteszik. Nyilván felmerül a kérdés, hogyha nem tudják folytani, miért nem adják el, de ugye azért, mert ezek az ingatlanok nagy része nem forgalomképes. Tehát ugye ki akar megvenni egy komfort nélküli lakást? Hát azok a nepperek, akik most jó pénzért megvásárolnák az új tulajdonosoktól, azok... Tehát mondjam, 10%-os áron természetesen el tudta volna adni az önkormányzat eddig is. Csak de ugye, így viszont csak pénzébe kerül neki. Igen, de kell a közös költséget fizesse, de hogyha a most fenntartását. Hogyha 10%-on eladná az önkormányzat, akkor viszont perek indulnának ellene, hogyha törvénynék ugye 10%-on, mert ugye akkor elhárdálja az önkormányzati vagyont. És miért nem adják oda olyan bérlőknek, akik a saját költségükre rendbe hozzák, és majd utána lelakják a költséget? Ilyenek vannak. Például a Szombathelyen indult egy ilyen típusú felújítási bérlakásprogram, hogy felújították. Ez már régen van, vagy ez csak egy választási? Ezt az új, most 19-es választásokkor hatalomra került önkormányzat, tehát polgármester és ugye az új vezetés indította el, és ez már zajlik ez a program. Tehát, hogy erre abszolút van példa, és eddig nem volt, tehát most kezdődött ezzel. A kutatásból milyen új információhoz jutunk hozzá még? Szerintem a lényegét már elmondtam. Az emberek nem igazságtalanat tartják, és nem értenek egyet ezzel az elképzeléssel, és azt gondolják, hogy a Fidesz valamiféle politikai előnyszerzésre próbálja használni, és nem nem szolgálja sem az önkormányzatoknak, sem azoknak az érdekeit, akik ezekben a lakásokban laknak. Van-e olyan kérdés, amit most utólag tenne föl a közvéleménykutatásba? Például mennyire szeretne minden magyar ember saját lakásba lakni, mert ez egy világnézeti kérdés, és ismerünk a világon olyan országokat, ahol nem arra törekednek az emberek, hogy köveket vásároljanak maguknak. Azt tudjuk, hogy Magyarországon ez magas, ezt olyan nagyon nem kell kérdezni, az konstans 90% felett van a saját tulajdonú lakást akaróknak az állat. Ez az egyébként némileg csökken az utóbbi időszakban, tehát volt ez 95% fölött is. Ugye a magyar embereknek a legnagyobb vagyoneleme az a lakásra, a legnagyobb arányban, és ehhez egyébként úgy tűnik, hogy a túlnyomó többsége a magyaroknak. Igen, de mennyire szeret egy magyar ember részt venni az épület fenntartásában, mert a lakása nagyon pedáns, de a folyosó az már kevésbé, és az épület külleme hát az mégsem Bécs belvárosa. Hát ez változó, nyilvánvalóan más anyagi lehetőségekkel rendelkeznek. Nagyon sok olyan lakó van, például mondjuk a belvárosokban, Budapest belvárosa is igaz, ez meg vidéki városok belvárosaira is, hogy vannak a lakók egy relatív jó vagyoni helyzetben, és ez a vagyoni helyzetet, ezt mondjuk általában a lakás adja, és relatív rossz jövedelmi helyzetben. Tehát nem engedhetik meg maguknak azt, hogy komoly beruházásokat eszközöljenek az ingatlanra. Mondok egy példát, nem tudom, ül egy idős özvegy hölgy, 80 évesen, egy 120 négyzetméteres belvárosi lakásban. Dolgozott érte egész életében. Aki egész életemet dolgozott érte, de most már a nyugdíj nem teszi lehetővé, hogy annak az állapotán érdemben javítson, sem ahhoz, hogy hozzájárjon ahhoz, hogy a háznak a külleme érdemben javuljon. Nyilván ugye általában ezekben a házakban
ilyen generáció költöztek be, amikor felépültek ezek a házak, akkor beköltözött egy generáció, aki éppen akkor fiatal volt és aktív, és általában van egy ilyen generáció csere. Akkor, amikor ezeken a területeken bekövetkezik a generációváltás, akkor van esély arra, hogy itt érdemi felújítások kezdődjenek mind a lakásban, mind pedig a házakban. És utána a 120 méteres lakásban legalább 3 lakás lesz. És sok esetben igen. Előválasztások. Fontos kérdés. Nőtt a tábor, ugyan nem mindenkit fogadtak be, aki be akart lenni, ez nem túl demokratikus dolog. Mi történik? Hát ugye ez a 6 pártnak az előválasztása. Már éppen... szerintem 7-en vannak átmenetileg. Hát 6 plusz 1, mert azért ahogy én látom, a plusz 1 azért az nem teljes joggal van, vagy nem pont ugyanazon feltételek mellett van benne, mint ahogy a többiek. Ugye a 6-nak még bizonyítania kell, hogy ő fel tud mutatni szavazókat. És ha bizonyítja, akkor bekerül hetediknek, hogyha nem, akkor viszont kikerül. De ez pont a demokráciának az egyik alapérve, hogy nem zár ki senkit sem, aki komolyan vehető szereplő, és hogyha bizonyítja, hogy ő létező szereplő, akkor hatok azt mondják, hogy akkor mostantól 7-en vagyunk. A választásokra hamarosan 22-ben sor kerül, de a start az már elindult. Tehát 11 hónap most már ilyenkor, és most különösen, hiszen az ellenzék azért sokkal összeszerettebben fut neki ennek a történetnek, mint mondjuk az elmúlt 3 választáskor. A kérdés, hogy lesz erejük kitartani a választások napjáig? Hát ez egy nagy kérdés. Mert gondolom, addig ezerszer összeveszhetnek. Most abban az irányban mennek a dolgok, hogy ők kevéssé akarnak összeveszni, aztán persze ettől még összeveszhetnek, de én azt gondolom, hogy ezt nem engedhetik meg maguknak most, mert a választók annyira megharagudnának az összevesző félre ezen 6 vagy 7 szereplőn belül, hogy hát kinyírnák nyilván politikailag őket, és szerintem aki kicsit is komolyan gondolja most a politikai jövőjét, az ilyen hazárdírozásban nem kezd bele. Annyi időnk van, hogy megkérdezzem búcsú kérdésnek, hogy a 6 plusz 1-en kívül, meg a kormánypárton, a Fideszen és a KDNP-n kívül van-e még esélye valakinek az indulók közül bekerülni majd a parlamentbe? Hát én mérsékelten látom, hogy a parlament bekerülésre lenne esélye más szereplőnek. Az 1%-ra talán van esélye. A kétfarkú kutyapárt az, aki ilyenkor, Mi Hazánk Mozgalom, az ISZON párt, az, ami ilyenkor szóba jött, és ezek azok, amelyek hát ilyen 0,5% alatti támogatottsággal bírnak, tehát nem érik el az 1%-ot, ezért mi nem szoktuk a kis pártpreferenciás ábráinkon ábrázolni őket. Őnekik szerintem van esélyük potenciálisan az 1% elérésére, nem mindegyiknek, ezek közül egynek, maximum kettőnek. Így aztán állami támogatáshoz juthatnak. A parlamentbe kerülésre szerintem nincs igazán esélyük. Az ellenzéki összefogásnak van egy komoly elszívó ereje a bizonytalan szavazók köréből, az aktív bizonytalan szavazók köréből, illetve az ezen két tömbhöz, tehát a Fidesz-KDNP tömbéhez, illetve ez a 6 plusz 1 tömbhöz nem sorolható szereplőktől is. És amíg mondjuk ez az úgynevezett egyéb pártok szavazói akár 3-4%-ot is adtak az elmúlt mondjuk fél évvel, egy évvel ezelőtti időszakban, azért ez most beesett a felére kb. 1-2%-ra, és az aktív szavazók körében egyébként még kevesebben vannak. Tehát azt gondolom, hogy a választók akkor, amikor egy valid alternatíva van nekik felkínálva, mind az ellenzéki, mind a kormánypárti oldalon, akkor azért hajlamosabbak abba az irányba menni, és nem kalandorkodnak. Hogyha nincs, akkor szívesen kalandorkodnak, mert trollkodnak, és beszavaznak kevés támogatással rendelkező entitásokat és a parlamentbe, hogy akkor ők bizonyítsanak, de ezt most nem igazán látom. Meglátjuk, hogy a függetlenek mennyire tudnak maradni, és az előválasztásokon hogy szerepelnek. Hát, hogyha megfelelő számú aláírást összegyűjti, akkor, és vállalja, hogy beül valamelyik frakcióba, akkor szerintem mindenki el fog tudni. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll. Kedves nézőim, az elmúlt negyed órában Pullai Andrást látták és hallották, a Publikus Intézet alapítóját, végrehajtóját és mindenesét. Előzetesek, és következik Szabó György, a Mazsök elnöke. Tartsanak velünk!